Áldjon az Úr titeket, testvéreim! Bár mielőtt kezdenénk, először megmagyarázom, hogy miért ilyen furcsa magyar beszélek. Anyukám magyar, nagytatám, mikor fiatal ember volt, Szekszárdról, Vajdaságon találta munkát, mint asztalos, de anyukám, mivel horvát emberhez, férhez ment az apukámhoz, otthon mindig szerbül beszéltünk. 94-ben, mikor még megtértem, nem nagyon tudtam magyarul. Anyukám úgy látta, hogy nem annyira szükség van rá. Aztán már, amikor a magyar gyülekezetben megtértem, akkor kezdtem magyarul tanulni. Úgyhogy Amerikában végeztem a teológiát, úgyhogy ha véletlenül beszéd közben egy pár angol szót bedobom, nem lesz baj, remélem, ugye? Majd segítetek kicsit a fordításban. Úgy volt, hogy a feleségem jön velem, de nem sikerült nekem, mert pénteken kicsit lebetegedett. És hétfőn megy újra dolgozni, és gondolta, hogyha jön velem ezen az úton, akkor már sok lesz neki. Lehet, hogy ő segített volna a fordításban, de megpróbálom magyarul. Igen, nagyon örültem annak, hogy Tamással találkoztunk akkor, mikor mentünk Albániában, mikor a Imre testvér mondta, hogy jön velünk egy pásztor, Tamás, akkor már örültem, hogy nem is ismertem, nem is látom, de gondoltam magamban, minél többet pásztort ismerem, még annál jobb, mert számomra nagyon fontos, hogy ezen a régión, ahol szolgálunk az Urat, hogy legyünk minél többen összekötve, minél jobban ismerjünk egymást, mert a szellemi térkép Európának változik, és nagyon kell imádkozni az európai, a gyülekezetekért is. Nagyon örülök ezeknek a programoknak, hogy ez a gyülekezet is próbálja összehívni azokat, akik ugye lemaradtak a gyülekezetből, úgyhogy ezt nagyon támogattam, az imában is fogunk. Üdvözletet hozom az entai gyülekezetből, a testvérektől, és Zentán vagyok lelki pásztor 2002 óta, amikor az én pásztorom átment a másik gyülekezetben, akkor visszahívott engem haza, mert akkor a feleségemmel Boszniában szolgáltunk, a háború után ott voltunk, segítettünk az ő gyülekezet kezdésben, meg ottani pásztorokat, mivel a dicsőítés vezető vagyok, akkor a ottani gyülekezetekben segítettem ebben a szolgálatban is. És akkor a pásztor mondta, hogy őket az Úr hívott másik gyülekezetben, Szabadkára, úgyhogy én hazajöttem misszióból Zentára visszahaza, és azóta szolgálok ott. Nagyon sajnáltam hazajönni, mert nagyon szeretem a missziót, és az mindig a szívemben van. Míg a gyülekezeti tag egyszer azt mondta nekem, Iszidor, neked nagyon most változtatni kell a programon, mert te pásztor lettél. Nem bírsz nagyon menni, de én nem bírok egyszerűen leállni. Nagyon a szívemben van a misszió. Én is az utcán tértem meg. Igaz, hogy a nagymamám az anyoldalán katolikus hívő volt, a nagytatám nazarénus. És a nagytatámtól látom ezt a komoly hitet, az odaszánást, mert a nagytatám minden nap ebéd után bement a szobában. És én a mamát kérdeztem, miért ment a tatta mindig ebéd után, miért megy be a szobába? Azt mondja, megy Bibliát olvasni és imádkozni. Én kisgyerek voltam, de számomra az így maradt a fejemben. És mikor megtértem, egyszer elmentem a nagytatámhoz, Bibliát vittem magammal, mert ugye természetesen, és mikor a nagytatám látta, hogy a Biblián van a kezemben, elkezdett sírni. Nagyon örült annak, hogy van még családban valaki, akit az Úr hívott. A nazarénusoknál nincs nagyon evangelizáció, nem megyünk bele ebbe most teológiába, de a nagytatám azt mondta, akit az Úr hív, az úgy is találni fogja az Urat. És ez így van. Nem húzom tovább az időt, mert annyi.
Amikor először van a prédikátor egy helyen, akkor kísértésben van, hogy annyi jó bizonságot szeretne végigmondani, de ugyanúgy az emberek várnak akkor a prédikátort, hogy valamit Bibliából is mondjam, úgyhogy megpróbálom kettőt összetenni. Tehát ez a út Albániában számomra 2014 óta indult, és azóta évente kétszer-háromszor szoktunk menni Albániába segíteni ottani gyülekezeteket, a létező gyülekezeteket, meg egy nínesi faluban kezdtünk egy szép munkát a gyerekek közt, illetve azon a helyen, ahol voltunk össze együtt az ottani idősek emberekkel, annak által volt egy általános iskola, és nagy szüneten elmentem oda a gyerekekhez, mivel valamikor iskolában régen dolgoztam, mint angoltanár, akkor gondoltam, ott vannak a gyerekek, ott van az iskola, ott a helyem. És akkor mentem oda, kicsit angolul próbáltam velük, és azóta indult ez ilyen gyerekmunka ott abban a kis faluban. És azóta mindig megyünk vissza már. Úgyhogy olyan jó látni azokat a gyerekeket, mikor kicsik voltak, most mikor megyünk vissza, már olyan tínédzserek. Ez nagyon fontos, hogy a szívünkben legyen ez a misszió akarat, hogy mindig vágyódunk azon, hogy tudjunk örömhírt vinni. És ez összekapcsolnám ezzel a témával. Biztos mindenki ismeri ezt a történetet, a második királyok az ötödik részben van leírva a Námánról, ugye? Ismeritek, hogy mi történt ott. Ha nem, akkor házi feladat az lesz, hogy otthon ma olvassátok ezt a történetet. Az első verstől kezdődik. Nálam van angol biblia, úgyhogy én nem fogok sokat olvasni bibliából, de ha mondom egy ige verset, akkor segítettek abban, hogy kikeresítek és elolvastok. Tehát történelmi háttért nem fogok sokat mondani arról, az most nem érdekes, habár az is nagyon érdekes, és mikor bibliából tanulmányozunk valamit, akkor a történelmi háttér nagyon fontos. Ugye? Jobban azt a képet arról, ami ott történt, jobban tudjunk áttekinteni, átlátni, és akkor jobban is tudjuk megismerni az igét. De én most pontosan csak az igére megyek át, és különösen ezen a három szemén, amit itt van leírva, a Námán, a kis szolgáló jeruzsálemi lány, meg a Géházi. Tehát a Námáról mit tudunk? Ő egy nagy, erős katona vezér volt. Egy ember, aki király mellett állt. És a király nagyon szerette őt, nagyon tisztelte őt, mert nagyon sok győzelmet hozta a királynak. És fényes ruhában volt, és mindig nagyon ismert ember volt ott az ő népek közt. És akkor a Bibliában azt mondja, de leprás volt. És akkor, mikor én olvastam ezt, akkor gondoltam, ez a de mindig Bibliában van, és ezt mindig hangsúlyt tesz arra. Miért? Mert ez a de számunkra is nagyon fontos. Mert mindenkinek az életében van ez a de. Mert mikor az Úrban vagyunk, mikor gyülekezetben jövünk, akkor mindnyájan hozzunk magunkkal azt a fényes, szép ruhát, ugye? Mindenki mosolja, öleléssel jövünk be, örülünk annak, boldogok vagyunk, de van az a de mindenken az életében. A Námának volt ez a lepra betegség. És én gondolom, hogy ez nagyon tanulságos számunkra, azért, mert ez a de mindenki az Úr elé kell, hogy hozza. Mert titkosan az a de mindenkinek van az életében. Egy olyan probléma, egy olyan dolog, egy olyan bűn, egy olyan valami, ami csak te tudod. És amit az Istentől úgyis nem visz elrejteni. De mivel szép ruhában vagyunk, az nem látszik így az életünkben. És a Námán is így volt vele.
Ő nagyon ismert, gazdag ember volt, de leprás volt. Ezt nem tudta senki, csak a király. És mikor olvasunk ott tovább, elment a királyhoz segítséget kérni. És a király azt mondta neki, jó, bármit kérsz, akármennyi aranyt, ezüst, pénzt, én adok neked, csak próbáld magadon segíteni. És akkor, amikor királynak hozta szolganépet Jeruzsálemból, akkor ott azok a nép közt, ott volt az a kislány. Nem tudunk hány éves volt, egy kislányról szól. Aki a Námán feleségének kis szolga volt. És mit tudunk róla? Az, hogy oda ment a Námán feleségéhez, és azt mondta, én ismerek egy prófétát, aki tudna segíteni Námánnak. És ez a lány egy teljesen idegen országban, ellenség közt volt, és hozta örömhírt Námának. Neki nem volt nehéz ezt elmondani. Tudjátok miért? Mert akinek a szívében Isten van, annak mindig könnyű mondani, hogy az Istennek mindig van megoldás, solution, igen, az volt a fejem, az a szó. És hogy az a lány olyan volt. Meglássunk azt a párhuzamos vonatot, hogy a kislány meg a Géházi közt, milyen érdekes út ezt meglátnom, amikor olvastam. Ugye a Géházi gazdag, nagy valaki Jeruzsálemben volt, neki pénze volt, de ő még több pénzt akart. A kislánynak nem volt semmi. Családtól elvették, odavitték valami más országban, szolga lett, és benne szeretet volt, isteni szeretet. És ez az a missziós szeretet, ami kell, hogy legyen a szívünkben, az ellenség felé. Ugye nagyon, nagyon sajnálom azt, ami történt az én országomban valamikor régen, a volt Jugoszláviában, aztán ami történt a Szerbia meg a Koszovó közt, ez nagyon, nagyon szomorú és nagyon fáj a szívem ezért. De én pont azért úgy döntöttem, hogy azok nép közt akarok menni és szolgálni. Egyszer leállított minket a rendőr Pristina előtt. Én hajtottam az autót, kicsit gyorsabban mentem. Pont akkor mentünk tavaly előtt, mikor az a nagy földrengés volt Albániában, Tiranában, meg a Durres környékén. És leállított a rendőr, és én az én szerbiai hajtásit adtam neki, és mikor látta, hogy Szerbiából jövök, kérdezi, mit kereső te itt? Azt mondom, én a magyarországi csapattal együtt megyünk segíteni embereknek Albániában, mert ugye földrengés miatt megyünk oda, és rögtön visszaadta az engedélyemet, és megköszönte, és mondta, nyugodtan menjetek, semmi probléma nélkül. És bennem olyan nagy öröm, meg ilyen sikerélmény volt, hogy az Úr mindig velünk van, és mikor misszióba mész, és viszed a szeretetet, az Úr mindig nyissa az ajtót. És nagyon szeretem a Bibliában, amikor azt mondja, ha nem tudsz mit mondani, csak mennyi az én nevemben, majd én adom a szavakat. És nem egyszer, százszor ilyen történt velem. Nagyon emlékszem, nagyon az elején, mikor egy ausztriai bibliaiskolában voltam, akkor én nagyon nem is tudtam magyarul, akkor a Esztergomban mentünk evangelizálni, és mivel nem tudtam nagyon magyarul, akkor mindig csak mondtam fiataloknak, Jézus szeret téged. És akkor ők nevettek, mert látták, hogy nem tudom magyarul, de egy lánynak azt mondtam, és elkezdett zokogni ott előttem, és én abban a pillanatban nem tudtam, hogy mit csináljak. Nekem furcsa volt az a momentum, hogy én mondtam, Jézus szeret téged, és ő elkezdte sírni, és akkor valaki jött, aki ott egy magyar fiú, és akkor beszélt a lány, azzal a lányjal, és akkor a lány mondta, hogy ez sose az életében így még nem hallotta. És én szeretném titeket bátorítani, hogy nem tudjátok azt, hogy,
hogy mennyire jó, ha valakinek csak azt mondod, és neki elég. Amen. Tehát menjünk tovább. Nézzem, mit írtam itt nekem. Igen, a Námán, mivel királytól kapta azt a rengeteg lehetőséget, pénzt, arany, ugye, és Námán indult az útnak, a lány mondta neki, hogy keresse azt a profitát, az a profita segíteni fog neki. Tehát ő nagyon gazdag ember, sok pénze indult, és oda jött a profitához, és azt mondta, itt van a pénz, kérem a gyógyulást. Ugye, így egyszerűen mondva, én, ahogy tudom. És akkor gondoltam azon, hogy a Námán, az ő hozzáállása, ugye, a János evangéliumban 6. részen azt mondja, hogy senki nem érdemelte a salvation, üdvösséget. Senki. És a Námán is ugyanott van, abban a csoportban. És nem tért ember mindig azt gondolja, hogy ő nem érdemelte meg a kegyelmet, hanem ő pénzzel megoldja a dolgokat. Pedig az Isten olyan egyszerű megoldást ad mindenkinek, hogy higgy benne, csak higgy abban, és meg fogsz gyógyulni. De a Námán nem hitte abban. Ő nem hitte azt, hogy az Isten akarja neki segíteni, hanem ő pénzzel gondolta, hogy ő meg fogja érdemelni azt a gyógyulást. Olyan érdekes volt, valamelyik nap feleségemmel sétáltunk az Entán, és akkor a fán meg a ilyen helyeken voltak ezek a, én nem tudom, szerbő se tudom, ezek a papírok, mikor lássátok, hogy valaki meghalt, ilyen smi, igen. És a gyász, igen, gyászjelentés. És ott volt egy fiatal asszony, ilyen 50 éves, és mondom feleségemnek, hogy hú, nem is tudtam, hogy ő beteg volt meg. És mondja, igen. Meg, és akkor mondta még nekem, hogy közben itt Zentán mennyi ilyen beteg asszony rákban szenved, és mondja, és tudod azt a egy asszonyt ismeri, nem, én nem tudom ki, azt mondja, az még ő is rákos beteg, de imádkoznak érte. Ha mondom, jó, nagyon, nagyon jó, hogy van valaki, aki érte állandóan imádkozik. És akkor mondja a feleségem, igen, de ő fizeti az imáért. És akkor néztem, hogy tényleg, és akkor kérdezem ugye az Évit, hogy akkor milyen Isten, melyik Istenhez imádkoznak, ugye? Mert az asszony úgy gondolja, hogy ő fizeti az imája, azok imádkoznak érte, ő meg fog gyógyulni. Rendben van, én nekem ezzel nincs gondom, hogy mindenki ahogy hiszi. De ez az Isten itt nálam, ami a Bibliában van, az az Isten nem kéri Námántól pénzt, hanem hitet kért. Mert mi történt akkor? Mivel a proféta látta, hogy a Námán ilyen büszke, tele magával, még akkor is, ha leprás, a lepra betegségről nem akarunk most sokat mondani, ugye ismeritek, hogy milyen halálos betegség az, de ő akkor is így, ilyen, hogy mondják azt, mikor ilyen felül büszke, hozta pénzt, és mondja, gyógyíts meg engem, és akkor mondja neki proféta, lemész a Jordánba, 7-szer bemész a vízben. Ugye? És akkor Námán azt mondja, nálam otthon az a 2 folyó sokkal tisztább, hát inkább oda mentem volna, és megfürdöttem, most ebbe piszkos Jordánba be kell menni 7-szer, nem elég 1-szer, azt mondja proféta, nem elég 6-szor, 7-szer. És akkor a Námánnak nagyon furcsa volt ez a dolog, nem értette miért. Mink értsünk azt, hogy miért, mikor az Úr kér valamit tőlünk, valamit nem értünk. Nagyon sokszor én se tudom, hogy mit akar az Úr tőlem, de azt a engedelmességet, azt tudom, hogy tudom adni neki. Annyit tudok adni. Nagyon sokszor, mikor járunk az Úrral, nem értünk a dolgokat. De egy nagyon idősebb asszonytól ott a Texasban, ahol voltam, nagyon szép dolgot egyszer nekem mondta. Azt mondja Isidor, mindig, mikor valami az Úr kér tőled valamit, ne nézd
a végső tervet, amit akarsz, hogy az Úr cselekedjen az életedben, hanem tedd meg azt az első lépést. De csak egy lépést tedd meg. És akkor ezt én megtanultam így, hogy az Úrral járás az, hogy megteszem egy lépést. Mint mai nap itt vagyok köztetek először, és én 3 heten át magamban harcoltam, hogy prédikáljak angolul, de az nem szép, de én tudok magyarul, hogy fogok itt én angolul, akkor szerbül prédikáljak, akkor a feleségem kell, hogy fordítsa, és így akkor megpróbálom majd, de nem fog menni magyarul, mert én budapesti emberek közt vagyok, az nem fog menni nekem. És így 3 heten, és akkor az Úr mindig mondja, tedd az első lépést. Itt ma reggel, mikor dicsőítettem az Urat, különben nagyon szépen köszönöm az énekeket. Ezeket az énekeket én énekelem, amikor egyedül vagyok az Úrral. Az én gyülekezetemben nagyon ez a modern dicsőítés megy, és nekem is ezeket kell tanulnom, mivel dicsőítő vezető vagyok. De amikor egyedül vagyok, akkor ezeket az énekeket éneklem. A Christ for the Nations-ban, Texasban, valamikor 94-ben, mikor voltam, ezeket az énekeket énekeltünk, és ez valahogy maradt bennem. És az is, ma reggel is így volt, tedd az első lépést, majd menni fog valahogy. És ez nagyon fontos, és ez kérte a proféta a Nátától. Tedd azt a lépést. És ő megtette, nem értette, de mégis 7-szer bement a Jordánba, és ahogy bement a Jordánban, meggyógyult. De mikor jött a profétához, azt mondta, hát én azt, nem tudom, Bibliában, az én angol Bibliámban úgy mondja, hogy hát én azt gondoltam, hogy te meg fogsz engem gyógyítani, hogy meg fogsz nekem segíteni. És mikor a proféta kérte tőle, hogy 7-szer menjen be a Jordánba, mikor kijött a vízből, és mikor meggyógyult, akkor azt mondta, most tudom, hogy az Úr él. Hogy az Úr a gyógyító. És nagyon sokszor így van az életünkben. Mink is úgy megyünk az Úrhoz, ugye? Hogy én azt gondoltam, hogy az Úr ezt akar. Van én azt gondoltam, hogy az Úr így akar. És mikor átmegyünk azokon a lépéseken, azok a 7 lépések, és mikor kijövünk belőle győztesen, akkor jövünk rá arra, hogy most tudom, hogy ez az Úr volt. És nem jó így járni az Úrral. Hogy nem tudsz hova mész, nem tudsz mit fog történni veled, de kijössz onnan, kijössz a Jordánból, és azt mondod, igen, most tudom, hogy az Úr velem volt. És ilyen misszió utazásokban, Boszniába, Albániába, meg Amerikába, amikor szolgáltam, meg Magyarországon, mindig ilyen élményekben vagyok, hogy most tudom, hogy az Úr volt velünk. És mikor ott van abban a pillanatban, egyszer budapesti fiatalokkal mentünk ilyen minibusszal Albániában nyári szolgálatra, és én voltam a legidősebb, én vezettem őket, és hazafelé leállított a vámon a albán rendőr, és azt mondja, parkoljatok oda a garázsban a minibuszt. És mivel látod, hogy mind fiatalok vannak, biztos gondolta ebben a kombi, minibuszban bűségesen lesz mit találni. Ugye drogra gondolt, vagy nem tudom mire. És mikor látod, hogy nincs semmi, engedte minket, hogy menjünk haza. És mindig ilyen élményekben vagyunk, hogy az Úr velünk van, nem történhet semmit. Még jobban is szeretek, mikor az ellenségek közt ilyen dolog történik. Mert az Úrnak a csodája még nagyobb. És akkor a Námán, mikor meggyógyult, elkezdte dicsőíteni az Urat. Az a másik lépés az életünkben. Mikor megtérünk, mikor megismerünk az Urat, vissza kell térni haza. Ott vár egy hitetlen király. Ott vár egy hitetlen feleség. Egy hitetlen férj. Ott várnak a gyerekek, akik nem ismernek az Urat. Mit mondjak? Mit csináljak? És a Námán, mikor visszatért haza, akkor ő mondta a királynak, hogy az Úr gyógyította, és bizonságot adta neki. De térjünk vissza még ott, ahol vagyunk a profitához.
A profitának ott volt az a segéd, a Géházi, aki mint pap szolgált templomban. És ő megtanult, hogy a templomban mindig bőség van, ott mindig kell, hogy legyen. És ugyanúgy volt. És a proféta mondta, nem kell nekem a te aranyod, a te ezüstöd, menj vissza, vidd vissza mindent. És a Géházi kihasználta ezt a lehetőséget, és a Námán után ment, és azt mondta, a proféta mégis meggondolta magát. Ugye? És akkor a Námán természetesen neki nem volt gond, mert a szívében már hit volt, ő meggyógyult, a szívét átadta az Istennek, neki az arany, az ezüst nem jelentett semmit már. És adta a Géházinak, ugye? És aztán majd elolvastak a házi feladatra, hogy mi történt a Géházival. Okay. De az nagyon jó, nagyon szép kép, amit én akkor látom, hogy az a lány, kislány, szolgalány közt, meg a Géházi közt azt a, ugye, igen, hogy az a lányban isteni szeretet volt, a Géháziban vágy volt a gazdagságra, meg sok pénzre. És az nagyon, nagyon fontos úgy járni az Úrra, meg benned legyen az a biztonság, hogy az Úr mindenről gondoskodni fog. Ő fogja neked mindent előkészíteni. Én nagyon sokszor szígyeltem magam ilyen szolgálatban, missziótokban, amikor nem volt elég pénzem, és akkor mindig nem, nekem nagyon nehéz pénzt kérni, és a feleségem mindig ezt mondja, hát ez nem szégyened, te szolgálsz az Ura teljes időben, meg így mondja nekünk, ugye én értem ezt, amit ő akar nekem megmagyarázni, de nekem akkor is. És akkor én nem úgy megyek direkt pénzt kérni, hanem én mondom, hogy az Úrnak a tervei mi, meg mit szeretnék, meg így, és akkor próbálom, és akkor valaki azt mondja, jó van, akkor itt megáldok téged ezzel. De olyan volt, hogy otthonunk nem volt semmi, a hűtőszekrében ilyen margarin át, csak egyszer volt olyan is. És én nagyon annak örülök, mikor ilyen, mint a Pál, mikor mondta, volt, mikor bőségben is voltam, de volt, mikor nagyon hiányzott. Ami. És ez nagyon jó pillanatok, mert az Úr minket akkor tanít hitben járni, és vele lenni. Mert azok a pillanatok nagyon drága, fontosak számomra, hogy nehéz dolgokon is tudjunk tanulni az Úrban hinni, ugye. Nem terveztem többet mondani, de ha otthon elolvastak ezt a történetet, akkor nagyon, nagyon sokat bírunk ebből tanulni a Námánról, ugye, meg a kislányról, és szeretném imádkozni értetek, és nekem nagyon fontos, hogy minél több gyülekezetben tudjak megismerni embereket, a népet, mert ahogy mondtam, ott nálunk a határ mentén, a Horgoson rengeteg menekült még mindig van, próbálnak átmenni Magyarországon tovább Nyugat-Európa felé, és a horgosi népnek a faluban nagyon sok gondja van ezzel, mert ezek így egyenesen mennek be a házban. Egy öreg asszony egyszer látta a menekülteket az ő fürdőszobában, fürdenek, meg mosakodnak, nem is tudta, hogy bent vannak. Tehát nagyon, nagyon nehéz. De most nem arról van szó, hanem érdekes, hogy én azt látom ezzel, hogy az Európa változik. Az a régi, jó, öreg keresztény Európa nagyon nem lesz már lassan. És nagyon számomra nagyon fontos ilyen helyek, mint most ez itt, ami van, meg sok más gyülekezet Budapesten, meg Magyarországon, meg Vajdaságban, mert ez a két ország kapu a keleti világ, meg a nyugati világ közt, és nekünk itt a háború első vonalán állunk, és nekünk számunkra nagyon fontos, hogy az Úrban erősek legyünk, és hogy tudjunk imádkozni
ez a két ország. Itt természetesen Horvátország is itt van, meg a Bosznia is, Hercegovina, még így tovább, mert iszlám nagyon erősen előre megy a Európába. Csak annyit mondom, nem annyi, csak annyit, amit én tudok mondani, hogy minden évben, mikor megyünk le Albániában, mindig új mecsetet látunk építeni. A Tirana központban építenek egy akkora mecsetet, hogy nem is tudom mennyi milliárd eurós. Kezükben van az egész, Albániában is legalább, az egész mobiltelefonrendszer a iszlám kezében. És nagyon szívemben nagyon van az, hogy imádkozunk ezért, hogy tudjunk maradni. Én tudom, hogy a Biblia beszél az utolsó időkről, és nem várható jobb, mert az Krisztus úgyis, Krisztus jövetele közel van, de nekünk személyesen hitben erősek kell maradnunk. A családunkért, a gyülekezetünkért, meg a saját életünkért. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagyon örültem, hogy a Tomás meghívott, és szeretném természetesen kapcsolatban maradni vele, és örülök annak, hogy együtt fogunk még Albániában menni. Nagyon szépen köszönöm az Erzsikének, hogy lehetősége tette ezt, hogy itt tudjak lenni. Elnézést kérek még egyszer, hogy így együtt szenvedtünk a magyar nyelvemmel. És nagyon büszke vagyok magamra most. Jó, én még szeretném még befejezni imával, és akkor átadnám tovább a Isten tiszteletét. Uram, köszönöm, hogy Te vagy a megváltunk. Köszönöm, Jézus, a keresztet és a véredet. Köszönöm, Uram, hogy Téged tudunk imádni és dicsőíteni, mert az embernek a természetében, embernek a szívében úgy teremtetted minket, hogy valamit imádjunk. És nagyon sok ember imád valamit, és tudják, nagyon jól tudják azt, hogy imádnak valamit, ami az életünkben nekik nagyon fontos. Nekünk, Uram, semmi nem annyira fontos, mint Te. És mint Téged akarunk imádni, magasztalni, Neked hálát adni, Uram, a gyülekezetért. Köszönöm ezeket az embereket. Köszönöm, Uram, a hitet, amit itt érezhető. Köszönöm, Uram, az igédet. Köszönöm, hogy tanítasz minket, vezetsz minket minden nap. Köszönöm, Uram, a missziót. Köszönöm, Uram, hogy ebben a gyülekezetben is érezhető az, hogy a misszió van. És Jézus, én szeretném Téged kérni, hogy áld meg ezt a népet. Gyógyulást hoz, nem csak a testi, hanem a lelki gyógyulást. Mert nagyon sokszor a testi gyógyulásban lelki gyógyulás elő van. És én, Jézus, tudom, hogy Te meg fogod áldani ezt a helyet. Itt, ahol Téged magasztanak, Téged imádnak. Köszönöm, Jézus, a Magyarországot, és köszönöm a Szerbiát, és köszönöm, Uram, az országokat, mellette lévő országokat. Köszönöm, Jézus, a gyülekezeteket, a pásztorokat. Ad nekik erőt. Nagyon szomorú, Uram, ezt hallani, hogy nagyon sok pásztor nem tud magának bizonyítani a dolgokat, és ilyen módon próbáltak másképp keresni a pénzt. De, Uram, áld meg őket. Én tudom, hogy ők Téged szeretnek. És köszönöm, Jézus, hogy Te velünk vagy itt. Áldom, magasztalom Téged, mindöröki, mert Te vagy egyetlen Isten. Amen. Az Úr áldjon titeket.